Régi ablakok, leszakadt burkolat. Így néz ki a népegészségügyi főosztály Árok utcai épülete Nyíregyházán. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően ez az egyik a 21 épület közül, amely nem sokára megújul a megyében. Nagyon fontos az is, hogy a külső szigetelés megtörténik, de van olyan rész ennek az épületnek, ami hozzáépített a régihez, és ennek gyakorlatilag a korszerűsítésében benne van magának a légkondicionáló berendezésnek is a rendbetétele. De ugyanakkor itt sok minden fog zajlani, tehát a hőszigetelés kívülről, ugye a képészeti munkák, amik belülről, de födémcsere, sőt elvileg napelemes rendszer is beépítésre kerül, aminek nagyon örülünk. A kormányhivatal Egyház utcai épületén már elkezdődtek a munkálatok. Hasonlóan a többi beruházáshoz, itt is külső és belső fejlesztés egyaránt a tervek között szerepel. Itt akár már év végére végezhetnek a szakemberek, de a megye további 20 intézményénél legkésőbb jövő év augusztusa a vállalt határidő. Bogáti János, a megyei kormányhivatal főigazgatója az államigazgatási kollégium ülésén kiemelte, az erre a célra beadott pályázatot rekordidő alatt, mindössze 7 nap alatt elfogadták még idén augusztusban. A keretösszeget már átutalták a kormányhivatal számlájára, ezért is kezdődött már el a felújítás egyes intézményeknél. Nem csak Nyíregyházán, többek között Kisvárdán, Csengerben és Baktalórendházán is lesz energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal középületeiben. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy természetesen újabb források felkutatásával, újabb pályázati lehetőségekkel éljünk, és a kormányhivatal dolgozóinak elhelyezési munkakörülményeit 21. századi szintre emeljük ott, ahol szükséges. És hát természetesen gondolkodunk, és megvalósítunk más forrásokból, ezek alapjában hazai források lesznek, járási hivatalok korszerűsítését, illetve építését Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Nyírbátorban. Nem csak a KEHOB beruházásról számoltak be az ülésen, hanem a terület és település fejlesztési operatív program jelenlegi állásáról is. Most már ott tartunk, hogy a pályázatok beadásra kerültek, a pályázatok értékelése folyamatban van, a döntés előkészítő bizottságok azok lassan elkezdik a munkájukat, ami azt eredményezi majd, hogy megszületnek majd a topos felhívásokban a döntések, ami azt hiszem, hogy a pályázók nagy-nagy örömére előbb-utóbb most már elindulhatnak majd a támogatási szerződéseknek is az aláírásai is, amelyet már gondolom mindenki nagyon vár. Mi ennek a folyamatnak vagyunk a generálói, és igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy ez a folyamat a lehető leggyorsabban, és pontosan a pályázók igényeit és szempontjait figyelembe véve valósuljon meg. A jelenleg indult KEHOB-os beruházásra összesen mintegy 1 milliárd forintot költ a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. A fejlesztésekre 100%-ban biztosította forrás.